reklám előtt megismertünk Norbertet, aki vissza akar szerezni Ibolyát. És itt van velünk Ibolya, aki mindenért Norbert édesanyját, Ildikót hibáztatja. Most ő következik, Ildikó! Én úgy gondolom, hogy Ibolya a 6 év alatt csak kihasználásra tette a fiamot. Mit tenni, kihasználtak? Miket csináltak? Hát ő ment tüzellőjé, mindent ő csinált. Én meg eltartottam, és mentem utálta, a gyerekemet megkockáztattam, magát se bántottam meg, soha egy drosszóval se. Alkalmazkodtam, én nem bántolak, is. Alkalmazkodtam is magának. Te alkalmazkodni? Igen. Ha kell, ha úgy volt. Azért menti az Italhoz az életbe, hogy mindennek elmondta. Hogy forduljak magához, mint a lánya, mert nekem Josi úr nincsen anyukám. Norbi, mikor eljöttél, én bántottalak egy rossz szóval is. Én nem mondtam, hogy te bántottál szóval. Én arról se tudtam, hát, hogy ő eljön. Én fölhívtam. Nem, mert már nem bírja. Ja, én sem bírom. Más a 10 kilós gyerek volt, mikor lement. Az nincs benne 60 kiló. Mert eltartottalak, ugye Norbiról, nem adtam enned. Anyukád azt mondta. Három családot fizetettem. De anyukád mit mondott? Három családot szóltam. Éheztettem. És mikor haza lépett, egyedül hazagyűjt, a koszoktól, a mocsoktól, a retektől, nem bírt a gyerek megmozdulni. Soha nem volt magának szimpatikus Ibolya? Nem. Szerettem az Ibolyát, mert mondom, egy idő után bekapcsolódik a családi körülmények közé. Türelmes voltam, nem nekem dőlt ki a Billy magyarul, hanem a gyereknek. Norbert azt mondta nekem, hogy még szereti Ibolyát és szeretne visszaszerezni. Csak nincs hova menniük. Van albélet. De azt mondja nekem, hogy új kapcsolatja van, és már nincs értelme semminek. Norbert, ha lenne hol laknia, ha nem lenne semmi probléma, nem lenne másik kapcsolat, akkor visszafogadna? Lehet. Viszont lehet? Azért jött el, nem? Igen. De most miért nem mond ugyanazt, amit nekem akkor mondott, amikor ketten beszélgettünk? Visszafogad, nem mondom, hogy nem, de ha új párkapcsolaton, akkor éljen vele. Ennyi. Ha nem lenne Norbertnek, lenne egy lakás, ahol lehet lakni? Éljen nem, vele. Ő náluk. Akkor mi lenne? Van egy kapcsolata, az lezárna és visszamenne Norberthez? Akkor igen. Ja, igen, másután még körül a fiam is. Nem baj. Ugyan már, hát ahhoz gyomor kéne te. Nem ember kell oda, hanem gyomor. Éljen vele akkor. Két hete, hogy hazajött a gyerek, már van másik. Ja, mert maga nem engedett, azt mondta, hogy keressek. Azt igen. Mondta. Én azt mondtam, hogy azt mondta Norbi, hogy nem kell lesz neki. Na akkor miért üzented? Én annyit mondtam. Te nap is fölhívtál, telefonon megmondtam. Mindegy, nem marad ez a kapcsolat. Ennyi, ami most van. Én is erre dolgozni, te is éljél. Ugye, hogy kíváncsi arra, hogy ki az? Én tudom, ki az. Eddig is tudtam, amúgy is. Tudta eddig? Volt már neki a Norbi mellett több kapcsolata magát. Endre, azt is tudom. Igen? Azt is tudom. Az legalább dolgozik, háza van, nem így van. Eltart, téged is az kész. De mi az, amiben jobb, mint a Norbert? Két hete ment el otthonról. Miért kellett rögtön belemenni egy kapcsolatba? Majd régen óta tart ez a kapcsolat? Hát biztos nem a két hét alatt. Hát nem. Ha nem most hát. Látta maga, tartotta nekem a gyertyát. Mióta tart ez a kapcsolat? Hát úgy, hogy oda járok két hete. Igen, tehát a fiam ja, János izállnak itt ugye, nehogy rendelségekre jár, betörésnek pás, mert csak abból tudtatok megélni. Azt mondja az anyósom, keresek másikat, mert ő a fiának akad. Akkor nekem is egy beteg gyereket egyedül nem tudok fölnevelni. Hogyan mióta tart ez a kapcsolat? Mióta? Amióta Norbit hagyott. Biztos? Nem biztos. Volt előtte semmi? Előtte meg az már rég volt. Nem tagadom. Sokat most már akkor volt ezzel az Endrével kapcsolattal, amikor volt. Még ketten együtt voltak? Volt, én meg már mondom, volt. Hagyj fel. Párhuzamosan akkor is. Norbert is volt, meg Endre is? Igen. Kettő volt, igen. Ki kezdti hát apósoddal is, meg a sógorommal is. Ó, kell nekem a maga ura. Attól különbek hát találni. Hát ez kezd már nekem érthetetlenül hát válni. Nekem is, Josi úr, nekem is. Apáddal én jobban voltam, azt mondják. Én nem tudom, én nem voltam otthon. Na lehet, hogy. Tehát akkor aki nem tudja, az a szóra. Jó, én kíváncsi vagyok, hogy Endre mit tud? Jó, úgy tudja, jobb, hogy jobb.
Nem, ilyen korán. Mit tudod, hogy mi a helyzet rá, még hívogassak. Maga mit mondott tegnap is? Félreértett engem. Én csak az igazat mondom. Félreértett, azt kérdeztem, hogy Endre most mit tud, mi a helyzet önök között? De szerintem most meg tudja. Hát majd. Ide jön, akkor most ő következik. Endre. Az van. Az. Hál' Istennek. Mióta van kapcsolatunk egymással? Hát már egy jó ideje. Mióta? Én úgy tudom, évek óta. Hát mondjad, mert igaz. Hát így állandó jellegű kapcsolatunk úgy nincs évek óta, az nem igaz. Állandó jellegű kapcsolatunk nincs végül is. De mit jelent, hogy nem állandó jellegű kapcsolat? Hát hogy volt sok szünet is közte, azért nem mondom azt, hogy... De volt. Mióta tart ez a kapcsolat, amivel sokszor szünet volt? Mert ők 6 évig voltak együtt. Hát én így tisztán így 3 évre emlékszek körülbelül. De akkor nem volt velem a fia, Norbi, de jó van. Mert azt mondta az előbb Ibolya, hogy a Norbinak ha lenne lakása, meg nem kell anyukájéknál lakni, meg minden, akkor hozzá költözne. Akkor őt választana. Igaz, ezt mondta? Ezt. Miért, ha elejénte jó volt vele? Tehát most már így is úgy. És akkor megértem, hogy miért ideges volt, vagy miért rosszul érezte magát. Ő is megtette már, Jósi úr. Mindenki megtette, hát, minden. Ő is. Azért, hogy ez a kapcsolat szétmenjen. Én még a 6 év alatt eteset csaltam meg. Az mi volt itt nem, el a Nikóék? Ne fogdostad a nőt? Ha már az is megcsalás. Én lezárom, hogy ügyet, Jósi, én itt rendben van. Legfontosabb dolog, hogy azért nem kell kérdőre vonni úgy, mintha maga nagyon erkölcsösen viselkedett volna. Ők a jó, én a rossz. Nem. Mindenki hibázott, azt mondtam. Hibáztunk mind a ketten. De ez mit jelent önre nézve, Norbert? Én is hibázoltam, ugyanúgy. Mindig elszöktem tőle egyedül. Ennyi. Nem szóltam neki, én is hibás vagyok, most nem mondom, hogy nem. De most mit jelent? Vége. Legyen vége, ennyi. Tessék, jöjjön ide, foglaljon helyet, jó? Most Endre mellett a helye. Azért jött még éjfélkor is a Norbi után a kislányal, nem? Most éjfélkor már nincs jön. Az a terelem. Na akkor beszéljük önökről. De jobb is. Igen? Mik jobb. A tervek? Jobb is így. Hát Endre. Most mi ugye egybe költöztünk egy 2 hete körülbelül, most 3 hete lesz. És úgy látszik, hogy most nekem is helyre jönnek így anyagi dolgaim is, meg így a munka szempontjából is, azt szeretnék az Ibolyával egy közelebbi kapcsolatot létesíteni, szóval egy szorosabb dologra gondoltam. Meg akar kérni a kezét, vagy? Hát igen, végül is. Tessék? Igen. Igen? Csak maguk először nagyon szedje össze magad. Tudod, milyen jó vele élni? 2 hetet, többet nyújt, mint amit. Mert 6 éve már kitapasztaltam. 2 hétig mindenkivel jó, Endre? Igen. Tehát látod, hallod minden, és azt mondja ezek után is, hogy ön szereti Ibolyát, és szeretne vele együtt lenni. Így van? Ezek után szeretnék vele, így van. Együtt maradni. Hát akkor kérje meg a kezét, ott tudom, hogy hozott valami. Hát hoztam egy... Jegyzési gyűrűt, csak nem tudom, hogy Ibolya elfogadja tőlem. El is. Endre, nagyon közsd össze magad. Hát nem ez az én dolgom. Ne legyen ünneprontó. Nem. Én szeretem, mikor a fiatalok házasodnak, Jósi úr. Na, hát akkor. Azért gondoltam, hogy ez így jó, megmondom őszintén, mert önöknek annyi problémájuk volt egymással, és mindenki kígyó békát kiabált egymásra, hogy ez nem lett volna jó, ha folytatódik. Nem, jó, hogy lezárult. Igen. Norbert élheti saját életét, majd talál magának való nőt. Önnek se lesznek ilyen problémák, stb. Erre vagy büszke, nekem is van. Hello. Érdekel, hogy beszélek? Ha nem érdekel, ki lehet menni? Nem, még Norbert. Most nem örül neki, hogy vége van? De. No. Tehát... Egy rossz kapcsolatot folytatni nem szabad. Így van? Igen. Lezárult, meg rendet kell csinálni, tudomásul kell venni, és már el kell felejteni ezt a stílust. Semmi közük már egymáshoz. És kívánom, hogy ne legyen az, hogy pár év múlva maga ül itt Ibolyával, hát nagyon bízok benne. Más valakivel, hogy legyenek boldogok, tanuljon mindenki a saját hibájából. Szóval mindenki jól jár, a saját hibáira figyel, mert akkor tudod, hogy javítani. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Hamarosan folytatjuk!